Köszöntöm a TV Szentendre nézőit. A mostani sportkorzó adásunk már egy picit a karácsonyra hangolódik, hiszen a városban a sportkarácsonyt rendezik meg hamarosan, méghozzá december 20-án, és ez bizony egy nagyon fontos esemény a városnak és a sportnak is egyértelműen. Hát ez alkalommal egy vendéget is köszönhetek, méghozzá Dombai Zsoltot, aki a Szentendre város sporttanásnak a üdvözöllek, szervusz! Szeretettel üdvözöllek és üdvözlöm a kedves nézőket is. Nyolcadik alkalommal rendezitek már meg ezt a sportkarácsonyt, ami egy nagyon jó és nagyon szép számnak tűnik. Mennyire vagytok büszkék, hogy most már nyolcadik alkalommal ezt a rendezvényt meg lehet tartani? Sok gyerek van, sok jelentkező, sok jelölt. Hogy, hogy érzitek ezt? Mindenképp büszkék erre, de főként büszkék a, a Szentendrén sportoló gyerekekre, felnőttekre, egyesületekre, működő egyesületekre vagyunk, hogy van mit és kit díjaznunk. Szeretnénk továbbra is folytatni ezt a hagyományt, mindenképpen viszont az eddigiekhez megszokott, úgy, az eddigiekben megszokottakhoz képest változtatni fogunk a jövő évi kiírásokon, mert egyre inkább nehéz, hála Istennek nehéz elbírálnunk az eredményeket, mert rengeteg a nemzetközi és országos eredmény is, illetve most már nem csak amatőr, hanem félprofi és profi szinten is érkeznek be ajánlások. A tíz kategóriában osztotok majd díjat, ezekről egy kicsit beszélünk, de még mielőtt szó lesz erről, akkor azért tegyük azt helyre, hogy Szentendrét szerint, tehát hova lehetne elhelyezni így? ország szinten a sport térképén. Mennyire erős most a város a sport tekintetében? Hát nézd, szerintem mindig is erős volt a sport tekintetében. Én inkább abban érzem a fejlődést, illetve az előrelépést, hogy most városvezetés által a, a sport inkább támogatva és segítve van. És rengeteg olyan rendezvényünk van, illetőleg az egyesületekkel próbálunk olyan, olyan kapcsolatot kialakítani, hogy tudjuk egymást segíteni, oda-vissza városi sportrendezvényeket az egyesületek, az egyesületeket pedig a, 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 város. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy, hogy ebbe van óriási fejlődés. Azt, hogy milyen, milyen fokon állunk, nem nagyon tudnám megítélni országos szinten, de én minden esetre azért büszke vagyok arra az eredményre, amit az elmúlt négy-öt évben tudtunk élni. 2018 így a sport tekintetében. Azért te látod a fiatalokat, eredményeket, ugye a sportkarácsony jelöltjeit is végignéztétek, végigértékeltétek. Ez mennyire volt egy más év, mint mondjuk az előző hét, amely ugye a sportkarácsonyt jelöli? Hát nézd, visszatekintve elég nehéz a kérdés, ugyanis rengeteg ajánlás van. Tehát itt évenként is, egyesületenként is, sportágonként is rengeteg ajánlás van. Én azt gondolom, hogy évről évre bővülünk, és, és sikeresebbek vagyunk városi szinten a sportáltal. Uh, amiben az idei év talán több, mint a, az előző évek, hogy egyre több új uh, sportág lép be a látókörünkbe, aminek nagyon örülünk, és szeretnénk uh, felajánlani ezúttal is a, a, a segítségünket a város által. Uh, tehát azt tudom mondani neked, hogy az elmúlt nyolc évben egy folyamatos fejlődés volt a, a város életében a sport területén, és leginkább ebben eredményekben is csodálatos eredményeket érnek el a fiatalok főként, tehát utánpótlás szinten szentemre nagyon jó helyen áll több sportákban. Hát ugye itt azért kiemelkedő lehet talán a, a, a vízesportok, a kajak, az, az úszás, a vízipóló, a karatét szeretném kiemelni. Ugye jelen van nagyon nagy részben a labdarúgás és egyre több olyan sportág, technikai sport is idei évben már bejött, és ennek borzasztóan örülünk. Gondolom a városvezetés is megpróbál azért tenni a sportért, hiszen azért éves szinten rendeztek különböző eseményeket, ami ehhez kapcsolódik a sport. Ugye itt volt szeptemberben a nagy sportág választó, vagy sportnap, amelyet ugye csak fiataloknak rendeztek, és hát nagyon sok egyesület ott volt. Ezt érzitek így, hogy az egyesületek is egyre inkább most már foglalkoznak a gyerekekkel, többet foglalkoznak, több gyerek jelentkezik mondjuk különböző sportágakban, hogy szeretnének valamit sportolni? Hát nézd, mindenképpen a nagy sportágválasztó erről szól hogy be tudjuk mutatni a városban létező összes egyesületet, nyilván akik szeretnének önmagukat megmutatni és prezentálni, és minél több gyerek tudjon a sportágak között választani. Erről szól a sportágválasztó, az, hogy az egyesületeknél számszakilag mennyi, milyen növekedés érhető el, ezt nyilván az egyesületek tudják, mi a városnál nem. Amit mi észlelünk, hogy az egyesületek jó néven veszik ezt a rendezvényt, és szeretik ezt a rendezvényt. that gondolom, hogy akkor, akkor pozitív eredmény van a létszám növekedésben is. Az, hogy ti elismeritek a sportolókat, azért azt többféle fokon is lehet mérni, hiszen van egy jó tanuló, jó sportoló díj, amelyet minden évben kiosztatok, és itt van az a sportkarácsony, amelyet év végén a legjobbaknak ugyancsak ajándékot adtok. Úgyhogy térjünk egy kicsit erre rá, mert szerintem ez egy érdekes dolog így év végén összegezni. Ugye említettem, hogy tíz kategóriában osztatok díjakat. Ugye itt a gyermek-ifjúsági felnőtt kategóriák vannak, ugye amatőr és profi szinten, az ezt ki kell hangsúlyozni, illetve a csapatokat is díjazzátok, ugyancsak amatőr és profi szinten, valamint érd edzőket, sőt az évtestemelőjének is odaadjátok a díjat. Ezek a kategóriák most már évek óta állandónak tűnnek. Úgy tűnik, hogy ez így egy bevált rendszer, amit a Sportkarácsonynak kialakítottatok? Hát az épp az előbb említettem, hogy egyre inkább az a, az a meglátásunk, hogy sportszakemberekkel konzultálva, és is egyetértve, hogy, hogy át kell alakítanunk jövőre ezt a rendszert. Részint azért van nagyon nehéz összehasonlítani sportágak közötti eredményt, hiszen vannak olyan sportágak, amiben több, több 20-30-40 esetenként 50 verseny is lehet egy évadban. Vannak viszont olyan sportágak, amiből egy bajnoki szereplés van. Nyilván nagyobb az olló az 50 versenynél, hogy esetleg egy kiugró eredményt el lehet érni. Az egyik, a másik az, hogy nagyon nehezen megítélhető, hogy mi a profi, félprofi és amatőr. Illetőleg az egyedi jelöléseket szeretnénk inkább megtartani így önmagunkként és kiírni a, a lehetőséget, amit, amit mi bírálnánk továbbra is el a szakbizottság ahol testnevelőket, edzőket, illetve egyesületeket, egyesületeket tudnánk díjazni, mert az, az, konkrétan közvetlenül mi átlátjuk, hogy, hogy, kik hogy dolgoznak, illetőleg nyilván az intézményvezetőkkel konzultálva ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni, viszont minden egyes sportágra borzasztó nehéz. Tehát mindenki, és itt emelem kalapon minden egyes, jelölt előtt, vagy egyetlen sportoló előtt, hiszen mindenki beleteszi a munkát. Rengeteg meló van egy-egy versenyben, egy-egy bajnokságban, tehát mindenki megérdemelni azt, hogy, hogy legalább név szerint meg tudjuk említeni. De még egyszer mondom, hogy a sporták közötti különbséget nyilván minden, minden sportágat kedvelő vagy abban dolgozó szakember azt próbálja előtérbe helyezni, nekünk viszont úgy kell döntenünk, hogy mindezektől elvonatkoztatni, ami borzasztó nehéz. Ezért dolgozunk azon, és januárban lesz is a sportszakemberekkel, által megkívül sportszakemberekkel egy megbeszélés, egy egyeztetés arról, hogy a következő évben, hogy tudnánk ezt még inkább fokozni, még jobban elismerni, úgyhogy, és a díjazását is egy egy kicsit erősebben meghúzni, hogy még nagyobb elismerés legyen Szentendre éves sportolójának lenni. Nagyon sok kategória van ezek szerint, ahogy látjuk is. Mennyien jelentkeztek, mennyi jelölést kaptatok összességében? Hát nézd, ez változó, most számszerűleg nem tudom neked megmondani, mert éppen ezért, mert rengeteg kategória is volt, és, és ö, ö, szétosztottuk magunk ezt a feladatot, hogy hogy ö, mindenki kiértékeli a sajátját, tehát első rostán átmenjen, és utána átbeszéljük. De nagyságrenyeg azt mondani, hogy az elmúlt ö, évek során 50 ö, pályázat mindig, befolyt a város Ugye átnézve azokat, akik jelentkeztek és akiket majd díjaztok, hogy nagyon sok sportág van, azt látjuk, ugye a labdarúgás, a röplabda, a tenisz, az öttusa, a triatlon, és ugye van egy-két olyan kategória is, ami már egy túl túlmegy azon, hogy egyéni sporták, hiszen például vagy, vagy, vagy labdajáték, hiszen van motorsport kategória, és ugye említetted itt nekem, hogy ez egy nagyon szívedhez álló kategória, vagy egy szakág, amely most jelölt Kén szerepel az Isten, ez a Rallycross. Igen, hát én laikus vagyok, tehát én imádom nézni a technikai sportokat, űzni nem üztem soha életemben, de amikor megláttam a jelölést, akkor nagyon örültem ennek. Egyrészt, mert tágul még az olló, tehát újabb, újabb sportág kerül a képbe, másrészt pedig az, hogy, hogy olvasván a, a, a leírást, az ajánlás leírását, hogy, hogy itt az úriemberek, emberek, és itt nem csak és idézőjelben a csakot. Magáról a pilótáról beszélünk, illetve egy navigátorról beszélünk, ugye ralliról, rallycrossról van szó hanem egy, egy komplet csapatról beszélünk, akik, akik a szerelési munkákat ö, végzik, akik ö, egyébként saját fejlesztésű autóval ö, versenyeznek, és országos versenyen tudnak országos eredményeket elérni, bajnoki első helyet, harmadik helyet összetettben. Most ne rög, nem tudom pontosan visszaidézni, de azt hiszem, hogy negyedik hely, és ezzel, ezzel ö, Európa bajnoki kvalifikációra is szerteznek. Ugye amit lehet tudni, hogy 15 év alatti, 10-11 és 15 év közötti kort csoportban, 16-20 és 20 fölött oszthatok díjakat. És egy kicsit, ha beleszemezgetünk azok közül, a nevek közül, akiket kiemeltem, kiemeljünk, akkor ugye Vargorsa neve is itt feltűnik nekem, ő ki öttusázik. Azért ez egy olyan sportág, amelyet nem sokan üznek, és a városban is azért gondolom nem olyan sokan. Az ő neve hogy került elő? A hát ez között? ő is előtt, ő a, a, a Szenterei Kinizsi sportolója. Hozzáteszem, a Szenterei Kinizsi egy nagyon kiemelkedő klub. Itt Szentene városában rengeteg sportággal foglalkoznak, és közötte az öttusával is. Hozzáteszem, hogy ugye vannak olyan népszerű sportágak, amiről sok szó esik, újságokban, tévében, stb. Vagy akár közöttünk is, ugye, amikor a rádióban vagy a kedves és meghívsz, ugye a labdarúgás, a kézilabda, esetleg még a vízilabda az, amiről sok szó esik, viszont vannak olyan sporták, mint például a, a minden sport alapja, én véleményem szerint az atlétika. És azért e, nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen egyesületünk, mint a Kinizsi, ahol többek között ugye az öttusa is egy e, szakág. A kis hölgyről pedig azt kell tudni, hogy e, szenzációs eredményeket ér el, sokkal magasabb korosztályokban is versenyez már, mint ahány a, éves, még emlékszem, 12 éves versenyzőről beszélünk, és egyébként e, e, válogatott kerettag is, tehát ezt is kivívta magának, illetőleg az ötusában ami kiemelt versenyzést jelent, az elit kategóriában képviseli már a egyesületét. Van egy olyan sportág szentendrén, amely nagyon népszerű lett egyébként az elmúlt években, és nagyon sok jó eredményt érünk el Európa Bajnokságon világkupákon. Ez a karate, ahol ugye mindenféle kategóriában vannak jelöltek. Nem véletlen egyébként, hiszen. A a fiúknál, a lányoknál, a csapatoknál is kiemelkedő az a sportág. Ez egy ilyen húzó az lett a városban, ez a karate? Mindenképpen, és itt azért szeretném megemlíteni Tóth Attila nevét, ugye ő, a, ő, az Egyesület, a Piramis Egyesület, és mondjuk ki, és jó hangosan, mert, mert igen, megérdemlik, és a kedves felesége, ők vezetik, és csinálják ezt az Egyesületet most már évek óta. Fantasztikus sikereket érnek el. Tényleg Európa-bajnokságok konvesznek részt. Most éppen beszéltem Attilával, aki említette, hogy világkupára is ki tudtak utazni, ugye, mert idén először nem Japánban, hanem Angliába került ez megrendezésre. Oda is ki tudtak utazni, és ott is képviselték ugye hazánkat, illetve Szentenre városát és a Piramis Egyesületet. Az igazság, hogy olyannyira húzó ágazat a karate, hogyha ha a sport senki más nem díjaznánk, akkor is minden kategóriában tudnék nyugodt szívvel adni ö, elismerést, mert annyi ö, rengeteg ö, szép eredményt érnek el, és nemzetközi értékes eredményeket szállítanak. Úgyhogy én mindenképpen gratulálni is szeretnék Hatiláiknak ehhez, illetve a sportolóiknak ezzel, ezekhez az eredményekhez, és azt gondolom, hogy... hogy a, népszerűnek mond a sportágak, ugye már említett népszerű sportágak mellé mindenképpen oda kell sorolnunk a karatér. És akkor ott vannak a labdajátékok, a csapatsportok, amelyben nagyon népszerűek vagyunk, hiszen röplabda van, kosárlabda van, kézilabda van, labdarugás van, tehát a nagyobb sportágakban ott vagyunk, és láttik a jelöltek között is, hogy ott vannak a csapatsportágakban. Ugye melyikre vagy te igazából büszke, mondhatnám, hogy a labdarúgásra, hiszen ott is dolgozol, de hogy egyébként a labdarúgáson kívül mi az, ami még így érezhető a városban elég komoly, eredményes. Igen, egy picit kisegészítettem még a korvbal. A korvbal így. Van. Ott is remek eredményeket hoznak, szintén a kinizsisek egyébként, és jönnek szépen fel. Egyébként a Kinizsi kosárlabda szakosztálya is remekül jön fel, minden évben meglépnek egy lépcsőt. Tehát most már, ha jól emlékszem, és bocsánat, rosszul mondom, de már a Budapest bajnokság első osztályában versenyeznek. Tehát összességében mindegyikre. Tehát nem tudom kiemelni, nyilván, ha most úgy beszélgetünk, mint labdarúgó edző, akkor arra, arra fogok szépeket mondani, de én most mint sporttanácsnak beszélek, és, és kiemelni mindent, a vízipólót különösen, ugye Kózzoliék, illetve Petővári Zsolték munkája az mindenképpen kimagasló ezen a területen, a városban. De mondom, a kosárlabda, a röplabda, gyönyörű eredményeket érünk el a röplabdában is, illetőleg az idei évtől már szentenői bajnokság is indult külön uh, utánpotlás röplabdában, ami ugye tavaly a suli foci után egy következő olyan olyan fázis volt, amit itt említettem is, hogy szeretnénk még egy sportágat, sikerült még egy sportágat behoznunk. De egyébként uh, nagyon fontos számomra az asztali tenisz, ami szintén uh, mondjuk úgy, hogy újraélet és nagyon jó kapcsolatot ápol a, 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 az Egyesület és a Város. <coughs> és uh, ott is egy óriási eredmény, hogy idén például senior asztali tenisz versenyt is sikerült megrendeznünk, ami szerintem újra egy olyan dolog, ami egyrészt városi rendezés, másrészt pedig egy sportágnak a népszerűsítése. És hogyha még egy sportágat ki lehetne emelni, az a Muay legyen, mert hogy Szentendre város Muay igen csak erős, hiszen itt profi rendeztetek, rendeznek, és tényleg olyan neveket is tudtok meghívni a hihetetlen. És Hegedűs Márk nevét ki kell, hogy emeljük, úgyis ott van a jelöltek között, hiszen most éppen egy univerziádén lett óriási eredményen, és azt gondolom, hogy ő húzza ezt a sportágat a városban, de hát ugye a Moajtáj az a te szívedhez is közel áll, ha jól tudom. Hát mindenképpen rengeteg gálán vettem részt, meghívottként általában, ugye nem mint bunyós, hanem mint diátadó, és láttam egyébként vidéken is többször Márknak mérkőzéseit, talán Debrecenben is, és most örömmel újság volt a Skrobáró így a Muay Thai vezetőedzője, egyébként a városi Sportegyesület elnöke is, hogy Márk az egyetemi bajnokságon Bronzérmet szerzett, és egyébként meg állami kitüntetésben is részesült, mint az év Egyetemi Sportolója. Úgyhogy nekem ő az egyik favoritom idén. Ezt egyébként is a városban nagyon sokan ismerik, hiszen tényleg nagyon sok eredményt elért. De térjünk akkor egy kicsit a karácsonyra még rádozó. Bocsánat, így hívlak, de ugye mi ismerjük egymást, és akkor egy kicsit már hangulatba is egy kicsit karácsonyozzunk. Ugye véget ért a szezon nektek is, ugye a foci csapattal a szezon véget, az az őszi. Hogy hogyan telik most a karácsony? A fiúkkal volt már valami közös kis ünneplés, már hogy lezártátok ezt a szezonnak, ezt a részét, hogyan töltöttek a karácsonyt? Vagy hogyan készültök a karácsonyra? Hát nézd, a felnőtt csapatnál uh, már tart a szünet, én úgy tapasztaltam, illetve azt vettük észre a vezetőkkel és a edző kollégámmal, a Batári Csabival, hogy, hogy nagyon elfáradta a csapat, mind fizikálisan, mind mentálisan, és az utolsó mérkőzést az ártuk, hogy egy közös étkezéssel, egy jó beszélgetéssel, és elengedtük a fiúkat a tére, hiszen ott azért ugye a felnőtt csapattál azért többeknek már párral rendelkezők, vagy családdal rendelkezők is vannak, vagy hát ugye azért megadom a lehetőséget az ifjúságnak arra, hogy, hogy, hogy szeretei körében tartsák a, a karácsony. A gyerekek gyerekkorosztályoknál az utánpótlásban pedig mozzajlottak le, Múlt hét folyamán az évzárók, ez pedig arról szól ilyenkor, hogy a szülők is meg vannak hívva egy közös bográcsos vacsorára, és természetesen egy szülő gyerek focival zárjuk az évet ti is gondolom karácsonyoztok, lassan most már, a családi körben. Neked milyen kívánságod lenne, hogyha most karácsonykor kívánni kellene valamit, akár a jövőt nekintve? Hát nézd, ha magánemberként kérdezel, akkor mindenképpen az egészség. Ha ként kérdezel, akkor pedig eredményesség. Ha pedig mindkettő, akkor ennek, hogy eset, minden esetre az egészség, a szeretet és a, a, az eredményesség, a kiegyensúlyozottság, ezt kívánom mindegyikünknek. Hát neked is akkor kellemes karácsony ünnepeket kívánok, és töltsétek úgy a karácsony családi körben, és ünnepeljetek, ahogy szeretnéd, mm. és akkor természetesen jövőre folytatjuk, a sportról nem lehet nem beszélni jövőre sem, hiszen lesz bőven még esemény, és hát nagyon sok jó pihenést kívánok neked is. Nagyon szépen köszönöm, és szeretnék a kedves nézőknek is, áldott békés karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új esztendőt kívánok. Dombai Zsoltal beszélgettem a Városi Sportkarácsonyjal kapcsolatban, ugye december 20-án 18 órától rendezik a V8-es uszodában, ott adják át a diakat, akik tehetik egyébként el tudnak látogatni és megnézni. Úgyhogy én is köszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes karácsony ünnepeket kívánok, és találkozunk jövőre a viszontlátásra.